Óbuda a kultúra városa. 8. szakrális művészeteket a 3. kerületben, az Óbudai Kulturális Központ szervezésében. Szeptember 19-én pénteken 18 órától Gancug Miklós kiállítása az Óbudai Kulturális Központban. Szeptember 19-én pénteken 18 órától Keresztszál Magyar Krisztina építész grafikus művész kiállítása a 3K-ban. Szeptember 20-án szombaton 17 órától a Kincső Néptánc Együttes Jaj de szépen harangoznak című műsora látható a Békés-megyeri Közösségi Házban. Szeptember 21-én vasárnap 19 órától Antonio Caldara Szent István Magyarország első királya oratórium az Óbudai Szent Péter és Pál főplébánia templomban. Szeptember 24-én szerdán 18 órától Szeretettel dalok és gondolatok Kudlik Júlia és Szvorák Katalin lemez bemutatója a Csillaghegyi Közösségi Házban. Szeptember 24-én szerdán 19 órától Szator Kvártett Lovas András közreműködésével az Óbudai Kulturális Központban. Szeptember 26-án pénteken 18 órától Bojki Brothers a Csillaghegyi Református templomban. Szeptember 27-én szombaton 19 órától Albert Schweitzer kamarazenekar az Óbudai Szent Péter és Pál főplébánia templomban. Szeptember 28-án vasárnap 18 órától Óbudai Kamarakórus az Óbudai Evangélikus templomban. A belépés minden programra ingyenes. Programjainkról bővebben a kulturközpont.hu oldalon tájékozódhatnak, valamint az Arszakra Fesztivál honlapján. Óbuda, közösséget építünk!